Sziasztok, The Simsologist vagyok, ez pedig itt egy újabb info videó az Island Living kiegészítőről még így a megjelenés előtt, és az IE jó voltából volt szerencsém ahhoz, hogy plusz információkat kapjak erről a packről még mielőtt megjelenik, és ezt most az ő hozzájárulásukkal meg is oszthatom veletek. Sajnos ebben már nagyon sok kiszivárgott, mielőtt ki kellett volna szivárognia, úgyhogy lehet, hogy nagy részéről már tudtok vizuális anyagot nem oszthatunk meg, viszont uh, infókat, amiket elmondtak, azt igen. Úgyhogy kezdjük is el. Van egy új strand telektípus, ami nyilvánvalóan tengerparti, és ott lehet napozni a homokban, meg mindenféle strandos dolgokat csinálni. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet mondjuk strandolni egy nem strand telektípuson, ami mégis tengerparti telek, csak Fogalmam sincs, mit jelent. <laughs> Ezt nem részletezték. De egyébként azt igen, hogy egyelőre csak ezen a szigeten lehet úszni a tengerben. De ez nem azt jelenti, hogy később nem lehet majd az alapjátékok világaiban is, vagy esetleg több világban is úszni a természetes vizekben. Csak azt, hogy egyelőre csak itt lehet uh, ilyesmit csinálni. És lehet napozni ezzel a kiegészítővel. Méghozzá nagyon sokféle módon, itt látjátok, ahogy a szímünk fetreng a vízben, így is lehet napozni, lehet uh, ilyen vízi matracon is napozni, lehet a homokban napozni, lehet törölközön napozni, és lehet napozó ágyon napozni. A napozó ágyakból az a király, hogy egyrészt három darab van, és ebből a háromból az egyik alapjátékban is benne lesz, tehát befrissítik majd a frissítéssel az alapjátékban egy ilyen kis műanyag napozó ágyat, amit egyébként be tudtok majd tenni a szimetek eszköztárába, tehát ez nem egy ilyen rögzített bútor, ez hordozható, és a másik kettő az nem, mert azok nagyobbak. Láttátok itt a törölközőket, amin fekszenek a szímek, ugye ezen is lehet napozni, és ezek is elrakhatóak az eszköztárba. Ha jól tudom, ezekből nem fog befrissülni semmi, de az is lehet, hogy csak egy van belőlük ebben a pekben és nagyon sok színben megtaláljátok őket. És amúgy napozásról még annyit, hogy lehet mesztelenül is napozni, fürdőruhában is lehet napozni, és az adott ruhában is lehet napozni, amiben éppen van a szimetek. Úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség. Nagyjából négy szimóra telik el a napozással, mire a szimetek leég és nem tudom, hogy meddig tart maga a hatás, de nagyon-nagyon rosszul érzik magukat a szímek, hogyha le vannak égve, tehát ez egy ilyen feszült hangulat jelzőt ad nekik, és máshogy reagálnak mondjuk érintésre, meg ilyen dolgok. A leégés megtartja a ruhának az alakját, tehát hogyha bikiniben égtetek le, akkor az a bikini ott marad, tehát megmarad a bikininek a nyoma, és hogyha felvesztek egy másmilyen Ruhát, akkor ugyanúgy meglátszik alatta a nyoma a bikininek, szerintem ez nagyon-nagyon király, de természetesen nem csak leégni, hanem lebarnulni is lehet, úgyhogy nem csak a negatív hatásai vannak a napozásnak, és használhattok napkrémet, naptejet, amik segítenek abban, hogy a szímetek ne égjen le, és a szímet meg is tudják egymást öhm, viccelni egy alvó-napozó emberre, hogyha így különböző mintákban, naptejet kennek, akkor ott nem fog leégni, és nagyon viccesen fognak kinézni. Ezekből a mintekből azt hiszem négy-öt darab van, és teljesen random, hogy éppen melyik jön ki. Viszont nagyon király láttátok, szerintem egyébként a trailerben is. Ami még király, hogy a gyerekek és a tipegők is tudnak fürdeni a tengerben, szóval a tipegők is úgy be tudnak ülni a szélére és pancsolni, és van ilyen menők is, karúszójuk, meg minden, szóval nagyon-nagyon aranyos és van három új medencematracunk, amin ugye szintén lehet napozni, ebben van egy sima, ilyen klasszikus uh, matrac, van egy halformájú, és van egy pizza alakú, ami szerintem nagyon-nagyon király. Hogyha már itt tartunk a különböző vízi dolgoknál, akkor elmondom, hogy vannak új vízi járművek, kettő van igazából, csak nagyon sok-sok színben van egy jetski, és van egy hajó. A hajó az nagyon alkalmas arra, hogy a szín berendezkedjen ilyen tengeri életmódra, ugyanis lehet rajta aludni, lehet rajta horgászni, és elmondások alapján majdnem minden szükségletet ki lehet elégíteni azon a hajón, úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon király. Ott látjátok azt a kis vitorlás hajót, ebből van klasszikus, tehát, hogy egy darab hajó de van belőle, ami úgy néz ki, a, látjátok ott jobb oldalt alul, volt egy ilyen fának kinéző, meg van a műanyagnak kinéző, szóval hiába egy tárgy, van belőle különböző stílusú, és, és szerintem ez tök király. Szóval lehet rajta aludni, meg mindenfélét csinálni. Akkor ha tartottam. A matracokra visszatérve, erre még vissza akarok térni, lehet velük úszkálni a vízben, és egyébként, hogyha ott hagyjátok a matracot, akkor is kell a vízben. Szóval nem az, hogy a szímed ott ráfekszik, és egy helyben marad, mint hogyha a parton lerakta volna azt a matracot, hanem az szépen rendesen úszkál a vízben, és arrébb megy, ami szerintem király, azon is lehet aludni, napozni, és lehet vele fröcskölni a többi szimet is. Szóval ez király és jetski pedig ugye láttátok azokat a trükköket a videókban, azokat úgy tudják csinálni a szímek, mert mint akkor mennek úgy a jetskivel, hogyha nagyon jó a fitness skilljük, úgyhogy ez ehhez van kötve, és egyébként az úszás is most már fitness skillhez kötött, szóval az elején, amikor az emberek még bének, a szímek még bének a fitness akkor ilyen kutya úszásban úsznak kb. aztán a végén nagyon, tehát sokkal gyorsabban tudnak úszni, úgyhogy így megmutatkoznak a különbségek. Itt látjátok közben, ahogy búvárkodtak a színenk, lehet búvárkodni a víz felszínén, és akkor csak így lefelé nézni, azt így ti is látjátok. Viszont van a mélytengeri búvárkodás, amikor lehet képeket csinálni, meg ilyesmi. Sajnos ilyen rabbit hole, um, grafika, vagy hogy mondjam, tehát egy animáció az, az csak így eltűnnek, aztán majd visszajönnek. Uh, én ezt sajnálom egy kicsikét, remélem, hogy majd befrissítik, hogy működjön később. Biztos vagyok benne, hogy sok meló lett volna, vagy nem tudom. Minden esetre én még nem mondtam le arról, hogy majd normálisan lehessen búvárkodni a Sims 4-ben. Úgyhogy egyelőre nem vagyok elkéseredve, remélem, ez csak azért van, mert nagyon gyorsan ki akarták adni a játékot, és majd később megoldják, hogy működjön. És hogyha már itt tartunk a buvárkodásnál, van 12 plusz új halfaj, illetve a 12 fölött van az új halfajok száma, és ezek közül vannak veszélyeztetettek is, ugye, a környezet védelmi karrier miatt és ezeket tudjuk horgászni, rendesen tudjuk horgászni a hajóról, a hajóról bárhol lehet horgászni, nem csak a kis kijelölt helyeken. Tudjuk halászni őket a bójáknál, és hogyha már véletlen halászást mondtam, horgászás helyett, akkor tudjuk halászni is, ugyanis vannak halászhálók, amivel lehet halakat fogni, meg halcsapdák, meg mindenféle úgy, hogy ez király, és egyébként is a halászás az egy új karrier, egy ö, nem teljes karrier, szerintem csak egy ilyen, ö, ilyen ö, hogy mondják ezt, részmunkaidős állás, de, de új állás, szóval valószínűleg ahhoz kapcsolódik, és hogyha már az állásoknál tartunk, akkor van vízimentő karrier is, ez is egy ilyen ö, ilyen részmunkaidős állás, és van a környezetvédelmi, mi karrier, ami pedig rendes, nagy, valódi munka. Nem tudom pontosan, hogy freelancer vagy aktív karrier, de mivel takarítani kell a strandokat, ezért feltételezem, hogy ez egy aktív karrier, de erről nincsenek információim, majd kiderül. És visszatérünk a kis bójákhoz, ugyanis ugye láttátok a delfineket a trailerben, akikkel össze lehet barátkozni, lehet nekik trükköket tanítani, fröcskölni velük, etetni őket, uh, hogyha már nagyon jó kapcsolatban vagytok a Delfinel el is lehet nevezni, uh, lehet vele hozatni kincseket, de nem mindig fogad szót, szóval elég meg a csálatok, uh, és lehet vele aportírozni is, és igazából kijelentheted a szímeddel, hogy ez az ő, ő Delfinja. tehát úgymond örökbe lehet fogadni a delfin, de nem hinném, hogy magatokkal lehet vinni a telekre, és akkor ott van a családban, szóval nem úgy lehet örökbe fogadni a delfin, de hogyha oda mentek a bójához, akkor őt bizony hívhatjátok a szimetekkel, és akkor oda jön, szóval akkor mindig ő fogott lenni, és lehet vele barátkozni, ami szerintem tök király. Um, hol tartottam? Egy kicsit káosz sorrendben kezdtem el most itt magyarázni a dolgokat, annak ellenére, hogy egyébként tök jól összeírtam magamnak. De mindegy. Um, most elmondom azokat, amiket kihagytam eddig. Az eddigi sorból um, a megpránkelés, tehát amikor a szimek napteljel megviccelik a napozó társaikat, az fejleszti a mischief skill -t. ezt még uh, mindenképpen hozzá akartam adni ehhez a részhez. És uh, vannak kioszkok a városban, ahol lehet venni különböző dolgokat, mint például naptej, törölközői, és mi olyan, mint a Stranger Village um, kioszk. Csak nem Stranger Village <laughs> kioszk. És vannak különböző kis események minden egyes nap a városban, amin részt lehet venni, ilyen kis fesztiválszerű dolgok, van például horgászverseny, meg, öm, meg ilyen fesztiváli ünnep, nem tudom, ilyen ősi, ősi ünnep. Ezeken részt lehet venni, és ezeket egy lufi jelzi nektek a városban, hogy itt most éppen történik valami, és van ilyen kis barbecuezó hely, meg van ilyen kis füstölő tudjátok, ilyen levelekkel lerakott parázson sűrű um, ételeket lehet ott csinálni. És ebben az a király, hogy nem úgy van, hogy a szímed ott el és csinálja, hanem berakod a kaját, és két szimóra múlva visszajössz, és akkor van kész. Tehát ő az ott úgy füstöl, füstölög, füstölődik. Um, ja, nem tudok beszélni egyébként. <laughs> Elnézést, emiatt. Um, van új esküvői boltívünk egyébként, és a városközpontban láthatjátok is, majd ezt a boltívet ott lehet összeházasodni, nem tudom, hogy ehhez van-e valami új speckó dolog, majd kiderül, remélem, hogy van. Van tábor tűz és lehet tűztáncolni, ami valószínűleg ismerős azoknak, akik játszottak a Sims 2 bombajással, az egyik kedvenc kiegészítőm volt, és imádtam tűztáncoltatni a szimeimet, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy visszajött, és van új zene is a játékban, tehát ez az ilyen kis trópusi, bahamás, nem tudom én milyen zene érkezik egy új csatornán. A telektípusokból van több is, van egy olyan, hogy clothing optional. Ez a telektípus azt tudja, hogy ha bekapcsoljátok, akkor ott nudizni fognak a szímek. Ez nagyon hasznos, hogyha nudista strandot szeretnétek csinálni, vagy ilyesmi. Viszont továbbra is ki van minden, szóval ennek ellenére is gyerekbarátá van téve ez a megoldás, úgyhogy nem fogtak látni semmit, csak szimplán a csupi mászkálnak a szímek. Um, és van az off the grid telektípus, ami az egyik kedvencem már most. Uh, ez olyan telektípus, ami nem engedélyezi azon bútorok használatát, vagy berendezési tárgyak használatát, melyek vizet vagy energiát igényelnek, tehát nincs víz és villany a magyarul. De éppen ezért számlákat sem kell fizetni a telken. Szóval szerintem tök király, és akkor a szimeteknek meg kell oldani, ahogy víz és villany nélkül ő ott létezzen. És vannak olyan csapok, meg kelltak meg ilyesmik, amik nem igénylik egyébként a vizet. Tehát, hogy raktak bele ilyen tárgyakat, ahhoz, hogy ne legyen akkor a szenvedés, de szerintem ez tök király. Mondjuk hűtő, az nem tudom, hogy működne, ezt majd ki kell próbálni. Szerintem nagyon király és van a Volcanic Activity um, telektípus, nem telektípus, bocsánat, hanem telektulajdonság um, telek tulajdonság lehet, hogy eddig is rosszul mondtam, ami értelnézés, szóval a Volcanic Activity um, telek tulajdonság, megint típust akartam mondani, az azt tudja, hogy nem adhatjuk mi ezt bármelyik telekre, ezt a jellemzőt, viszont a vulkán melletti teleknél ez van, és bizony Időnként kitör a vulkán, és akkor um, különböző ilyen kis um, vulkáni kövek esnek rá a telkedre, esetleg um, a házadra. És ha ezeket megfogod, amikor forróak, akkor a szimetek bele is halhat, mert úgy kigyullad, de van, hogy eloltódik, de van, hogy meghal. És hogyha megvárjátok, hogy ezek kihűljenek, akkor eltehetitek magát a követemlékbe, vagy fel is tárhatjátok, és akkor találhattok kristályokat benne. Um, valamit még ezzel kapcsolatban akartam mondani, de elfelejtettem. Nem mindegy, az a lényeg, hogy ilyen kövek hullanak a kis telketekre, és három fajta erősség van, van, amikor nagy kövek hullanak, van, amikor közepes kövek, van, amikor csak pici lávadarabkák, meg közdarabkák, meg ilyesmi. Erről ezt kell tudni, és van az Oceanic Paradise, amit csak úgy kiszivárgott infóból nem hivatalosan tudok, vagy láttam. Fogalmam sincs, hogy mit akar, de ugye lehet képzelni, hogy a, az oceáni paradicsom az mit akar. Hát van új színtulajdonság, tulajdonság is, nem csak telek tulajdonság. A Child of the Island tulajdonság azt akarja, hogy a szimint nagyon-nagyon szereti a szigeti programokat, nagyon szeret a sziget lenni, részt venni mindenféle ilyen kulturális eseményben, törzsi dolgokban. A Child of the Ocean az pedig egy olyan tulajdonság, ami befolyásolja a szimeiteket olyan módon, hogy például nem szeretnek horgászni, mert annyira egynek ér érzik magukat a tengeri élővilággal, hogy sajnálják a halakat, meg ilyesmi. Ennél bővebben nem tudok mondani róla semmit, mert mint erről a tulajdonságról, majd kiderül szerintem. És hogyha már itt tartunk, van egy új életcél is, a Beach Life életcél, ami nyilván hasonlít a Stranger Village location um, életcélre, meg a City living -es location életcélre, szóval nagyjából így kell, kip um, így kell elképzelni, csak nem tudok beszélni, szóval azt majd valószínűleg egy szín, már végig fogjuk csinálni mindenképp. 14 darab telek található ezen a szigeten, plusz egy titkos telek, amiről majd mindjárt fogok beszélni nektek a bójákról már említettem, pár dolgot ott lehet horgászni, búvárkodni, és fényképezni, meg ilyesmi, szóval nem lehet csak úgy bárhol búvárkodni. De elég sok ilyen bója van, úgyhogy nagyjából bárhol lehet búvárkodni. És a delfinek mellett egyébként cápák is vannak, akik hát eléggé a szimeitekre, de én biztos vagyok benne, hogy ennél több mindent is csinálhatnak. A szémek egyébként együtt is tudnak búvárkodni, tehát akkor ez egy ilyen közös tevékenység. És um, a fitness beszéltem nektek, hajókról is beszéltem, halfajtákról is. Mi maradhatott még ki? Ó, a frissítése. Ugye nem csak ez a kiegészítő jön majd most, hanem előtte 18-án egy frissítés is. A frissítéssel fog érkezni egy olyan újdonság vagy újítás, hogy a felnőttek számára a tinédzsereknek a részmunkaidős karrierje is elérhetők lesznek, ami szerintem nagyon király, mert nem feltétlenül akarom, hogy minden szímem orvos, könyvíró vagy kertész legyen, hanem szeretném, hogy mondjuk részmunkaidőben dolgozzanak egy kávézóban, vagy részmunkaidőben gyerekekre vigyázzanak, vagy akármi, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök, és a másik frissítés, hogy a tipegőknek a kis pelenkáját frissítik, hogy többféle pelenkájuk lehessen ezzel, színlelve, hogy nekik fürdőruhájuk van, nem mint hogyha az alapjátékban egyébként lenne bármilyen fürdési lehetőségük a tipegőknek, de én biztos vagyok benne, hogy ez azt jelenti, hogy későbbiekben esetleg lesz, és ezért csinálják ezt, illetve akiknek megvan a seasons, akkor ők tudnak ugye fürdeni, mert mint az ő tipegőik tudnak fürdeni a kis medencében is, és akkor ott hasznos lehet ez az új fürdőruha, akkor is, hogyha nincsen meg az Island Living kiegészítő. Található egyébként egy vízesés is a szigeten, ami nagyon-nagyon király, lehet benne fürdeni, játszani, buhúzni, és um, lehet a békákat is vonzani, nem vagyok benne biztos, hogy ez csak a selőkkel lehetséges, vagy sima emberekkel, fogalmam sincs, tényleg, um, ez nem derült ki. Viszont e mögött, a vízes is mögött található egy barlang, amit szintén nem láttam, úgyhogy még nekem is ezt fel kell fedezni, azért nem mondtak el mindent az új kiegészítőre. Beszéljünk akkor a selőkről, biztosan nagyon sokan a selők miatt vannak itt, és róluk akarnak, Hallani valamit, szóval a sellőket kreatív szinten ugyanúgy lehet elkészíteni, mint a vámpírokat, uh, és az emberi alakjukban szerencsére nincsenek pikkelyeik, meg semmilyen selőre utaló jeleik, aminek én nagyon örülök, mert nem szerettem a pikkelábú embereket a Sims 3-ban. Szóval határozottan jobban szeretem ezeket a selőket, mint a Sims 3-as selőket, és ugye vannak szuper erejük, amikről minél fogok beszélni, ugyanúgy, mint a vámpíroknak, ami király, azt nem tudom, hogy van-e ilyen kis szintlépés náluk, vagy sem. Illetve az sem derült ki, hogy sellővé lehet-e válni csak úgy már létező színnek, vagy csak születni lehet sellőnek, illetve fél sellőnek, és készíteni lehet-e csak sellőt. Tényleg nem tudom. A szuperereik azok, az hogy van ilyen szirénének, Igazából itt közben fordítgatom, mert ugye Magyar elég nehéz lefordítani őket, de nagyjából kitaláltam, hogy mikről volt szó. És nem biztos, hogy az összeset megmutatták. Tehát azt, hogy most um, ezeket a, ezt a párat elmondom, nem jelenti azt, hogy erre van korlátozva a, a SELők képessége. Szóval. Van a szirén énekük, tudnak um, altatni, elcsábítani szímeket különböző hangulatokat tudnak nekik adni vele, tehát mondjuk flörtölős, vagy éppen feszült. De van, hogy nem úgy jön össze, tehát nem biztos, hogy azt az adott hangulatot kapja a szim, akinek énekel, amit ő akar. Van a tenger haragja, amivel hát így majdnem megfolytja az ember szimeket, és igazából leviszi a szükségleteket, szóval, hogyha én úgy képzelem el, hogyha egy olyan szímen csináljátok ezt, akinek alapból lent vannak a szükségletei, ő bizony meghal a tengerben, és fun fact, hogy a tengerben meghalt szímeket nem lehet uh, újra éleszteni, vagy hát nem lehet könyörögni a kaszásnak, hogy hozza vissza őket, ők egyszerűen meghaltak a tengerben. Nem tudom miért. <laughs> <laughs> Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon óvatosan kell majd bánni, hogyha esetleg nem akarjátok végleg kinyírni a szímeiteket. Én ennek egyébként örülök, mert szeretem, hogyha van egy kis következménye a játékban a haláloknak. Jó, lehet béket és halakat hívni a sellőkkel, van sellőcsók, és még sok minden más, szerintem, de fogalmam sincs, hogy mik. Igen, uszonyos csak a vízben van, erre így visszatérünk, akkor, hogyha a víz már derékig ér. Tehát ott, ott átváltoznak. Viszont király... Um, plusz opció, hogy a fürdőkedben fürödve is van sellőfarkuk, és az úgy kilóg a fürdőkedből, szerintem ez tök király, zuhanyzás közben nyilván nincs, mert az nem egy derékig érő víz, és higiénia helyett egyébként hidratáltsági szükségletük van, szóval, hogyha kiszárad a sellőtök, az nem túl jó, és a hidratáltságot nagyon sokféleképpen lehet pótolni, vizet isznak, zuhanyoznak, nyilván az a legjobb, ha bemennek úszni egyet a tengerbe, de tényleg nagyon-nagyon sok, sok módja van még. Kb. hogyha kutyát fürdettek, akkor is lesz majd um, ilyen hidratáció, pótlás, de egyébként nem teljesen, mert ez az egy, ami még bágos, csak ezt így említették példánunk, de kb. bármikor, ha vízzel érintkeznek, akkor hidratálódnak a selőtök, selőitek, úgyhogy ez király. A selők nagyon-nagyon gyorsan tudnak úszni, és nagyon messzire. Gyorsabban úsznak az összes szimnél, kb. olyan gyorsan, mint amilyen gyorsan a jetskivel tudnak menni úgyhogy ez király, vannak új pupillák, tehát új szemek, új bőrszínek, négyfajta selőfarok van, van cápa fog a selőknek, nem tudom, hogy ez elérhető-e rendes is, szerintem nem, és egyébként csinálhatok jó és rossz sellőt, de mindig mindegyik varázslat úgymond elérhető, számukra ti döntitek el, hogy most jó vagy rossz a selőtök, és persze nagyon zord kinézetű selőket is tudtuk csinálni, Hogyha szeretnétek, ez teljesen rajtatok múlik. Nyilván, hogyha berakjátok a személyiségjegyek közül a jó vagy a rossz ö, személyiségjegyet, az egy kicsit limitálja azt, hogy mit is tudtok velük csinálni. Én ezt vettem ki. A sellő lét egyébként Tini korban derül ki, ugyanúgy, mint a vámpíroknál. Ez egy kicsit szomorú, de végül is logikus. Úgyhogy akkor fog kiderülni, hogy van e sellőfarka a gyereknek, illetve kiderül előbb is gondolom a szükségleteiből, vagy ilyesmi, de... de csak onnantól kezdve lesz teljes jogú sellő. Van új plafonventilátor, és azt kell tudni róla, hogy ez a. Pala... Na, ez a plafon ventilátor, és az összes korábbi plafonventilátor. Kapott egy olyan új test, hogy ezentúl hűt, tehát, mint egy légkondis, szóval bemennek egy meleg nyári napon a a az adott szobába, akkor hűsíteni fogja őket ez a ventilátor, illetve hogyha teljesen el vannak ázva, meg vizesek, akkor meg is szárítja őket, illetve hát száradnak gyorsabban tőle a színek, ami szerintem király, és ezzel érkezik egy új Built -and kategória is, még hozzá a plafon elemek, ugye ezek a plafonra rakhatós dekorációk eddig ott voltak az összes többi dekoráció között, ami egy kicsit zavaró volt, mert nem lehetett őket megtalálni, szóval most már külön kategóriájuk van, ami király. És természetesen ez kérdés volt köztetek, de nem kaptam rá választ, de úgy is tudom, mert láttam, szóval a szigeten ugyanúgy érvényesülnek az évszakok, mint az összes többi világban, szóval ezentúl nem kell megkérdeznetek, mert mindig az összes kiegészítővel már úgy jönnek a világok, hogyha megvan a seasons, akkor van ott időjárás, úgyhogy ezen nem kell aggódni. Akinek nincs meg a seasons, az is biztos tapasztalja a leégést, tehát ezt nyilván nem vették ki a játékból, illetve a vulkáni működés is biztos, hogy tapasztalható lesz a szigetem, hogy esőt kaptok-e, azt nem tudom, azt tényleg nem tudom. Ö, azt majd ki kell deríteni. <coughs> És egyenlőre ennyi, ennyi. Majd hozni fogom az új infókat, hogyha ráteszem a kezemet valamikor, Egyszer a játékra. Remélem, hogy nem untattalak nagyon titeket. Tudom, hogy eléggé össze-vissza szoktam beszélni, és annyira nem vagyok összeszedett, hiába írom le előtte a gondolataimat, mert általában elkalandozok tőlük, mert felülírom a kis sorrendet. Szóval lehet, hogy kihagytam valamit, de mindenképpen. Fogunk ugye sorozatokat csinálni ezzel a csa csatornával? Igen, ezen a csatornán lesz egyébként a sorozat, de ezzel a kiegészítővel mindenképpen lesz sorozat, meg az összes többi dolog, amit már számtalanszor elmondtam nektek, kritika, Build and Buy, nem tudom, Speed Build, Create a Sim sorozat, egy-kettő. Szóval, én tartsatok velem, mikor megjelenik a kiegészítő, akkor is, de addig is legyetek jók! Sziasztok!